Vasas Ferencváros mérkőzésen vagyunk. A 40. percig nevesebb volt, de a 41. percben csordástör előre. Átjátsz a védőket, lő gól! Úgy érzem, hogy még mindig nem vagyunk képesek átlépni saját árnyékunkat. Az előző mérkőzésekhez képest mindenképpen pozitív változás az eredmény. A Szolnok vagy a Siófok ellen nem sikerült az, amit igen, megszereztük a 3 pontot, de nem tudok elmenni a tény mellett, hogy még mindig nagyon sok és hatalmas hibákat vagyunk képesek véteni, ráadásul a zömeg könnyen elkerülhető lenne. Ez nem volt egy jó meccs. Sok összetevője van ennek a győzelemnek. A végén kicsit szerencsések voltunk, ebben segíthetett egy szerencsét hozó narancsárga Jacky is. Emellett volt egy Remiling, aki megmutatta, hogy mennyire jó játékos. Voltak játékosaink, akik bebizonyították mentálisan mennyire erősek, vegyük példának Gál Matyit, aki egy hatalmas hiba után képes volt felállni, és végül ő döntötte el a mérkőzést. Moától kaptam egy labdát szélre, aztán váratlanul jelöltem a hosszút, nem fogom itt állítgatni, nem adom be középre, azt előm, aztán lesz, ami lesz, hát így jött össze. Örülök, hogy megszereztem első gólomat a bajnokságban, remélem nem az utolsót. Mikor rúgtál utoljára bajnoki mérkőzésen gólt? Még Debrecenben rúgtam, MB2-es mérkőzésen a Békés Csabának. Nagyon szép megmozdulásaid voltak ezen a mérkőzésen, gól, gólpasszok, kiállítást is elértél, hogy emlékszel vissza? Én a meccs előtt pont beszéltem az egyik úriemberrel, aki a kamera hátra mögött áll, hogy most is igazából visszaadhatom neki azt, amit Siófok elleni mérkőzésen megértem neki. Én úgy érzem, hogy ezzel bizonyítottam is, hogy meghaláltam a bizalmat, mint az edző felé, mint a vezetőség felé, mint csapat felé, mint magam felé, mert azért el kell mondani, hogy az utolsó 2-3-4 mérkőzésen azért alul teljesítettem azt, amit magamtól elvártam volna, és ezen a mérkőzésen én úgy érzem, hogy kijött az, ami ki kellett, hogy jöjjön. És a gólodra hogy emlékszel vissza? Hát akkor már nagyon kemény állapotban voltam, mert pont, hát ha jól emlékszem, akkor előtte való támadásnak kaptuk a gólt, középkezdésben meg hát próbáltunk indulni előre, és egy ösztönös mozdulattal, ballal, hogy a hosszú felé próbáltam elrúgni, és hát jó sikerült. És a jobb szemed alatt ugye láthatunk egy elég komoly véraláfutás, ez hogy történt? Hát erre az egész mérkőzésre lehet mondani, hogy parás hangoltó volt, ugye két kiállítás is volt, azért voltak kemény ütközések, és ez volt az egyben. Hát egy 16-os környékén volt ez, Isten igazából nem nagyon szóltam volna utána a játékvezetőnek, se a játékosunk se, hogy mi történt, de így, hogy látszik is, azért valamilyen szinten azért próbáltam azt mondani, hogy tényleg, hogy mi is történt abban a szituációban, de hát mindegy, az a lényeg, hogy 3 pont megvan. És ugye a vereségek után végre megjött a várólvár győzelem, lendületet adhat ez a csapatunknak? Hát én nagyon remélem, mert meccs előtt azért azt, hogy mindenki tudta, hogy Kisvárdán azért nagyon nehéz nyerni, főleg a körülmények között a pálya, nem egy nagy pálya azért, tehát itt azért mindenki megszenvedett, és én úgy érzem, hogy ez erőt kell, hogy adjon a csapatnak, főleg a múlt heti vereség után, hogy mi igenis én mezőnyhöz tartozunk. Beret Zsombi indította Mohát, szép indítás volt nagyon, kértem belül labdát Mohától, ő bepasszolta, láttam, hogy jön kifele a nagysa, az ellenfél kapusa. Így eltoltam mellette, akkor már csak a védőt kellett figyeljek, és a védőnek a mozgásával ellentétesen berúgtam. Az egyik kapott gólunk előtt elkövettél sajnos egy elég nagy hibát, de sikerült kijavítanod. Hogy volt annyi lelki erőt, hogy ilyen higgadtan rávezesd a kapura? Nagyon őszintén egy kicsit izgultam, de ilyenkor nem nagyon gondolkozik az ember, csak arra gondol, hogy berúgja a labdát a kapuba. Aztán sikerült is úgy, hogy tényleg kellett, mert a hiba miatt így legalább kihoztam X-re a saját játékomat, és külön öröm, hogy ezzel a góllal nyertünk, úgyhogy nagyon örülök. Köszönetet szeretném mondani Mohának, aki már a 4. gólpasszát adta nekem, és így vagyok 4 gólos.